A Blast egy kétfős kártyajáték, amelyben a játékosok a galaxist járva igyekeznek az irányításuk alá vonni minél több bolygót és csillagot. A doboz angol és holland játékszabályt tartalmaz, de a játék alapvetően nyelvfüggetlen, így a szabályok ismeretében gond nélkül játszható. A doboz tartalmaz 4 darab 12 kártyás frakciót és a hozzájuk tartozó képességleírásokat. A kártyák értéke 0-tól 10-ig terjed, és minden egyes frakció számérték kombinációból egyetlen van. A doboz tartalmaz még 7 darab csillagkártyát és 5 darab bolygókártyát. A két játékos üljön egymással szembe, és a két játékos közé kerüljön ki az 5 bolygókártya. Az összes frakciókártyát keverjük egyetlen képpel lefelé fordított pakliba. A csillagkártyákból képezünk egy képpel felfelé fordított paklit a húzópakli mellett. A 4 frakció leírás tartalmazó segédleteket helyezzük mindkét játékos számára könnyen elérhető helyre. Én most a könnyebb áttekintetőség kedvéért ezeket kiveszem. Válasszunk a kezdőjátékost, és kezdődhet is a játék. A játék több fordulón át tart, és egy játékos úgy nyerhet, hogy valamelyik forduló végén legalább 7 ponttal rendelkezik. Minden csillagkártya 1-1 pontot ér. Az a játékos szerezhet csillagkártyát, akinek a kezéből az adott fordulóban először fogynak el a kártyák, emellett pedig minden olyan bolygó, ami a mi térfelünkön van, 1-1 pontot ér. Minden forduló elején össze kell szedni az összes frakciókártyát, és a megkeverésük után egy képpel lefelé fordított paklit kell képezni belőlük. Ezt követően mindkét játékos 15-15 kártyát kap ebből a pakliból. A játékosok vegyék a kezükbe a kapott kártyáikat úgy, hogy a másik játékos ne lássa, hogy mi van azokon. És ezt követően cserére kerülhet sor. Ez az első fordulóban biztosan nem következik be. Azonban a későbbi fordulókban, amikor valamelyik játékos vezet a másikhoz képest, tehát ebben a pillanatban több ponttal rendelkezik, mint a másik játékos, akkor a jobban álló játékosnak annyi legmagasabb értékű kártyáját át kell adni, amennyi ponttal vezet. Tehát ha például ez a játékos már rendelkezik 2 csillagkártyával, és mondjuk ez a bolygó az ő oldalán van, ez 3 pontot jelent. Tegyük fel, hogy ez a játékos csak 1 csillagkártyával rendelkezik, így neki csak 1 pontja van. Ez a játékos tehát 2 ponttal vezet. Ki kell választania tehát 2 legmagasabb értékű kártyáját, mivel több tízes értékű kártyája is van, és ezek a legmagasabb értékű kártyák, azok közül tetszőlegesen kiválaszt 2-t, ezeket átadja a másik játékosnak. Ez a másik játékos pedig ugyanannyi kártyát kell kiválasztani a kezéből, mint amennyit kap. Ezek azonban bármilyen értékűek lehetnek, tehát lehet, hogy cserébe 2 nulla értékű kártyát fog adni. Ezután következnek az ütések. Ebben a részben több egymást követő ütése is sor kerül, és minden ütést az kezd, aki az előző ütést megnyerte, a forduló első ütését pedig az kezdi, aki a legutóbbi fordulót elveszítette. Minden ütés indításakor, tehát a hívásnál, először is a hívójátékos kiválasztja valamelyik bolygót, és a bolygó feltételei alapján kijátszik egy vagy több kártyát. Zamepra bolygójánál egyetlen egy kártyát kell kijátszani, Peolara bolygójánál párt kell kijátszani, tehát 2 ugyanolyan értékű kártyát. Usiri bolygójánál drillt kell kijátszani, tehát 3 ugyanolyan értékű kártyát. Vao D bolygójánál színsort kell kijátszani, azaz 3 egymás követő értékű kártyát, amelyek ugyanaz a frakcióhoz tartoznak. Tora 3 bolygójánál pedig sort kell kijátszani, tehát 3 egymást követő értékű kártyát, ezek azonban különböző frakcióhoz kell, hogy tartozzanak. Egy-egy bolygóhoz, tehát kizárólag olyan kombinációt lehet kijátszani, amilyet a bolygó megkövetel. Mondjuk ez a játékos hív, és Peolara bolygóját választja ki. Ide párt kell kijátszani. A másik játékoson a sor, ő passzolhat, vagy szintén párt játszik ki, annak azonban mindenféleképpen erősebbnek kell lennie a hívott párnál, tehát a 2 nullához képest legalább 2 egyest kellene kijátszania. Ő mondjuk kijátszik 2 kettest, egyelőre ő a nyerő, azonban az ütés oda-vissza megy, tehát a hívó játékosnak újra lehetősége van, hogy magasabb értékű párt játszon ki. Ő erre kijátszik 2 kilences párt, újra a másik játékos következik, ő már csak 10-es párt játszhat ki, és ezt meg is teszi. És amikor egy játékos már nem tud, vagy nem akar erősebb kombinációt kijátszani, akkor passzol. A kijátszott kártyák mind a dobópakliba kerülnek. Az ütés nyertese pedig elmozdítja a bolygót
a maga irányába. A bolygók három sávban állhatnak, tehát egy-egy játékos előtt, vagy középen, és amikor a játékos megnyer egy ütést, akkor egyel közelebb mozgathatja a bolygót magához. Tehát ha például az itt ülő játékos ezt a bolygót választaná a következő ütésnek, és oda egy különböző frakciókhoz tartozó sort játszanak ki, és mondjuk ez a játékos nem tud erre válaszolni, vagy nem akar, akkor ez a játékos nyeri meg ezt a bolygót, ami azt jelenti, hogy egyel közelebb mozgatja magához, tehát még nem nyerte meg, de már nem is számít bele ennek a játékosnak a pontjaiba. Ahogy említettem, mindig az ütést megnyerő játékos hív a következő ütésnél, és a hívó játékos bármelyik bolygót választhatja, még azt is, ami az ő oldalán áll. A forduló pedig addig tart, amíg egy játékos az utolsó kártyáját is kijátsza, ekkor a forduló azonnal véget ér, tehát az adott bolygót már ki sem fogják értékelni a játékosok, és az a játékos, aki az összes kártyát kijátszotta a kezéből, azonnal kap egy csillagkártyát, azt maga elé veszi, ezáltal plusz egy ponttal rendelkezik. A forduló végén le kell ellenőrizni, hogy melyik játékos hány ponttal rendelkezik. Ez a megszerzett csillagkártyák, illetve a saját oldalon lévő bolygókártyák összege. Tehát jelen pillanatban ez a játékos 2 ponttal rendelkezik, ez a játékos pedig 3 ponttal. És amíg egyik játékos sem ért el a 7 pontot, újabb forduló kezdődik, az összes frakciókártyát meg kell keverni, mindkét játékos 15-15 kártyát kap, a vezető játékos annyi legmagasabb értékű kártyát adja át a másik játékosnak, amennyivel vezet, a másik játékos pedig bármilyen kártyát adhat ezért cserébe. Az hív először, aki a legutóbbi fordulót elveszítette. Az ütések során a bolygók ide-oda fognak mozogni, és amikor egy játékos az utolsó kártyát is kijátsza, a forduló véget ér, ez a játékos egy csillaggal gazdagszik. A játék akkor ér véget, amikor egy játékos legalább 7 ponttal rendelkezik a forduló végén, a több ponttal rendelkező játékos a győztes, a játék pedig úgyis véget érhet, ha az utolsó csillagkártya is elfogy ebből a központi pakliból, ekkor is a több ponttal rendelkező játékos a győztes, döntetlen esetén pedig a több csillaggal rendelkező játékos a győztes. Minden frakciónak egyedi képessége van, és ezeket figyelembe kell, vagy figyelembe lehet venni a játék során. A shrinkinek, azaz a zsugorodók, egyel kisebb értékű kártyaként is kijátszhatók, mint ami a kártyán szerepel. Erről a kijátszó játékos dönt. A morfik kijátszásokor bármilyen frakcióvá átváltozhatnak, azonban a lemásolt frakciónak tulajdonképpen csak a színét másolja le, a különleges képességét nem. Ez nem kötelező képesség, a kijátszó játékos dönt ezzel kapcsolatban. A Threshers, azaz a kukázók képessége az, hogy a közülük legalább egy szerepel a nyertes ütésben, akkor a nyertes egy kártyát el kell, hogy dobja a kezéből. Ez kötelező. A gridbotok esetében pedig, amennyiben legalább egy ilyen kártya szerepel a nyertes ütésben, az adott bolygó közvetlenül a nyertes elé kerül, tehát nem egy lépéssel kerül közelebb, hanem rögtön a nyertes játékos elé kerül. Ezt is kötelező figyelembe venni. Kapható a játékhoz 2 promó frakció, ezekkel egy-egy alapjátékban lévő frakciót lehet lecserélni. A Jedi-ok esetében, ha legalább egy ilyen kártya szerepel a nyertes ütésben, akkor a nyertes megnevezhet egy frakciót és egy számot, és amennyiben az ellenfélnél ott van ez a kártya, oda kell, hogy adja a nyertes játékosnak. A klorgonok esetében pedig, ha legalább 15-ös összértékben játszunk ki klorgonokat egyetlen ütésben, akkor azonnal megnyerjük azt az ütést. A Blast egy mókás kis kártyajáték, amelyet a folyamatos oda-vissza adok-kapok jellemez. Az alapszabályok egyszerűek, a frakciók képességei pedig megfűszerezik a játékot. A felvétel elkészítéséhez a játékot a Vagabond kiadó webshopja, a jojátékjóáron.hu bocsátotta a rendelkezésemre. Köszönöm szépen! Látogassátok meg a honlapjukat, sok különleges, nehezebben beszerezhető játék mellett a Blastet is megtaláljátok.